Bulgária páncélozott szállítójárműveket és légvédelmi rakétákat ad át Ukrajnának, miután pénteken a parlament felülbírálta Rumen Radev elnök vétóját. Az államfő hétfőn azzal indokolta döntését, hogy a nagyjából 100 járműre a bolgár határőrségnek és mentőszolgálatnak is szüksége van. Az elnöki vétót azonban a 240 tagú törvényhozásban a kormánypárti többség 162 szavazatával elutasította. Egy további szavazáson 147 voksal újabb segélycsomagot szavazott meg Ukrajnának a parlament. Ez utóbbi is katonai támogatás, hordozható légvédelmi indító berendezéseket és rakétákat tartalmaz. Ezen felül Bulgáriában is képeznének ki ukrán pilótákat F-16-os amerikai harci repülőgépek használatára. Szófia az ukrán félnek olyan páncélozott szállító harcjárműveket biztosít, amelyeket a bolgár belügyminisztérium nem használ. Összesen mintegy 100 járműről van szó, valamint pótalkatrészekről. Az adományozásról augusztusban született megállapodás, Volodymyr Zelenszky ukrán elnök júliusi bulgáriai látogatását követően. Dnipropetrovsk, Zaporizsja és Harkiv megye járásaiba küldött segélyszállítmányt az ENSZ gyermekalapjának ukrajnai képviselete, számolt be az UNICEF Ukraine. A képviselet fokozza tevékenységét az ukrajnai veszélyeztetett kategóriába tartozó gyermekek és családok támogatásában, akik további kihívásokkal néznek szembe a hideg időszak beköszöntével, áll a közleményben. Az infrastrukturális létesítmények elleni újabb támadások fennakadásokat okoznak az alapszolgáltatások, köztük az áram, hő és vízellátásban. Ez különösen a gyerekes családokat érinti, akik a háború miatt amúgy is sok gazdasági nehézséggel szembesültek. Ukrajna keleti és déli részén, a háború sújtotta területeken rendkívül nehéz a helyzet. Az ukrán miniszteri kabinet legutóbbi jóváhagyását követően az UNICEF és Ukrajna kormánya partnerré vált a humanitárius segítségnyújtásban. A program kifejezetten a legkiszolgáltatottabb ukrajnai családokat célozza meg, különösen a három és több gyermekes, a fogyatékkal élő gyermekeket nevelő családokat, valamint az egyedülálló szülőket. Az UNICEF pénzbeli támogatását először a Szociális Minisztérium által alacsony jövedelműnek minősített családok kapják meg. Dnipropetrovsk, Donyeck, Harkiv, Herszon, Lemberg, Mikolájiv és Odessa megyében eddig már több mint 20.800 téli ruhákat tartalmazó csomagot osztottak szét. Az ukrán védők folyamatos fegyveres ellenállása Oroszország nagyszabású katonai agressziójával szemben csökkenti a Kreml átcsoportosítási képességét. Moszkva a tűzszünetet egy új támadás előkészítésére használná fel, jelentette ki Dmytro Kuleba külügyminiszter a The Wall Street Journal című amerikai lapnak adott interjújában. Kuleba beszámolt az ukrán fél egységeinek és alakulatainak az újabb támadó és védelmi műveletekre történt felkészítéséről is. A külügyminiszter nyilatkozata az amerikai lapnak meg nem nevezett nyugati szakértők véleményének hátterében jelent meg, akik úgy vélik, hogy korlátozott számú ukrán csapat képes visszatartani az orosz hadsereget, így a NATO államok időt kapnak az ukrán fegyveres erők új egységeinek előkészítésére, a fegyvergyártás bővítésére és a védelmi erők arzenáljának feltöltésére. A kiadvány azt is megjegyezte, hogy a közel múltban a NATO találkozón az ukrán fegyveres erők védelmének áttörésére irányuló orosz kísérletek kudarcáról tárgyaltak, ami tönkreteszi az agresszor ország erőforrásait élőerő, felszerelés és lőszer tekintetében. Ez potenciálisan megadhatja Ukrajnának azt az esélyt, hogy 2024 tavaszán visszaszerezze a kezdeményezést a csatatéren. Tizenegyedik alkalommal került sor a Kárpátaljai Ferences Misszió Alapítvány a Magyar Kultúráért Kárpátalján elnevezésű projektje záró ünnepségére. A rendezvény a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola támogatásával jött létre. A pedagógusokat és a néptánc csoportokat segítő program keretein belül idén 22 néptánc csoport és 10 pedagógus vehette át jutalmát. Bunda Szabolcs, a Kárpátaljai Ferences Misszió Alapítvány irodavezetője elmondta, a projekt célja a magyar identitás támogatása vidékünkön.
Az alapítványon belül létrejött egy kulturális alap, amely a Magyar Kultúráért Kárpátalján nevet kapta. 2012-ben Kis Gyula tanár úr, aki Kárpátaljáról származik, viszont Magyarországon, Budapesten élt, ő felajánlott az alapítvány számára 10 millió forintot, és azt kérte, hogy a magyar kultúrát, illetve a magyar identitást próbálja segíteni az alapítvány Kárpátalján. Így jött létre az alap, amelynek segítségével ugye jó kondícióban sikerült banki lekötést létrehozni, és a banki lekötések kamatából sikerül minden évben támogatni tanárokat, tehát három kategóriában végzünk támogatást. Az első kategória az a felkészítő tanárok, akik sikeresen készítettek fel pedagógiai tantárgyi vetélkedőkön diákokat. A második kategória a kedvenc tanárom, ami egy online szavazás, Kárpátalja szerte most már elterjedt és ismert. Itt az van, hogy aki a legtöbb szavazatot kapja tanár, tanító, illetve óvónő kategóriában, ők részesülnek támogatásban, illetve jutalomban, és a harmadik kategória, ez pedig a néptánc csoportok támogatása. Itt minden évben meghirdetünk egy pályázatot gyermek, illetve ifjúsági néptánc csoportok számára, akik Kárpátalján működnek, és autentikus táncokat táncolnak, illetve oktatnak, és ők részesülnek támogatásban.